elhoztál egy érdekes könyvet, méghozzá az Apám című könyvedet ide Szegedre. Mikor írtad ezt, és mi volt egyáltalán az indítatásen? A könyv az váratlanka, tavaly nyár közepén, épp a Balaton közepén elfelejtettem kikapcsolni a mobilt, és akkor mondták, hogy hívtak a történeti hivatalba, hogy megvan apám anyaga. És megkérdeztem, hogy mennyi. Hát megmondták, hát elájultam, és akkor bementem. Ez egy olyan kötelező gyakorlatnak indult, és aztán egyszerűen belobbant ez a regény, és egyre jobban személyessé vált, és egyre jobban érdekelni kezdett. Hát Szegedről szól, természetesen, arról a tizenvalahány évről, míg apámat a legjobb barátai besúgták, és hát minden helyszín benne van a jelentésekben, egészen a csöpi kutyámig, minden jelentve volt. Egyébként téged különleges vonzalom fűz Szegedhez, ahogy én ismerlek, nem? Ez így van, hát itt születtem, itt nőttem föl, 24 évesen mentem el, az már túl késő ahhoz, hogy te más legyél, mint szegedi, úgyhogy hát voltam a világban, sok helyen otthon vagyok, otthonvárosom Pest is az egyik, de ezért a lelkem mélyén kisvárosi szegedi vagyok. Szeged egyre szebb város, azt hiszem ebben megegyezünk, nem? Hát nem mindenben, mert tudod, ami változik, és egy ember elmegy, annak minden változás veszteség, mert az a régi már nincs meg. Akkor egy másik... Akármilyen szép van a helyén. Egy másik téma. Hogyan látod, milyen az emberek olvasási affinitása napjainkban? Szeretnek még olvasni? Vagy pedig a tévé és a számítógép elviszi a könyvtől az embereket? Abszolút mértékben elviszi, és olyannyira, hogy Ilia Miska barátom, atyai barátom mondta nekem, amikor mondtam, hogy a Bartókról egy hangos könyvet készítek, hogy hát ne szégyen, nem csak a vakoknak kell, hát a gimnazisták már nem olvassák el a kötelezőket, hanem hallgatják már. Úgyhogy sajnos ez a helyzet, efele megyünk, meg az e-bookok felé, tehát az is betű. Amíg betű van, addig nincs baj, csak aztán jönnek a bajok. Mi van a tarsolyodban, mit tervezel? Írsz valami? A következő regényem, annak az a címe, hogy És kész, ezen már dolgozom. Isten segítségével jövőre meg lesz. Aztán jön talán a Tündér utca, ami Szegedi utca. Csongrádi sugárútról indul, és a Rókusi temetőben ért véget. Azt az egész utcát megírom úgy, ahogy házanként. És abból már egy észlet ebben a könyvben is megjelent, ahol a vérbíró lakott. A vérbíró rész az már benne van a könyvben.